Sziasztok, engem Fejfeszlernek hívnak, és a Balasis Kft-nél dolgozom, aki a Zord nemű tűzfaltermékeknek a gyártója. Folytatnám a sort, ami itt egyébként reggel óta zajlik, és csatlakoznék tanult kollégákhoz, és arra próbálnám felhívni a figyelmeteket, hogy webszervereknek mik a biztonsági beállításai, különös tekintettel a TLS környéki beállításokra, de nem csak erről lesz szó, hanem kifejezetten HTTP környéki dolgokról is. Én alapvetően egyébként fejlesztőként dolgozom, biztonságtechnikai területen, de ennek okán így bele-bele kóstolgatok rendszerű üzemeltetési dolgokba, és próbálgatom a tudásomat napra készre tartani. Ami egyébként motivált ennek az egész előadásnak az elkészítésére, az egy teljesen out dolog, tehát egy teljesen kívülálló dolog a szakmától. Szerettem volna bankot váltani. Nem az volt az előfeltételezésem, hogy jó, hát bankból annyi van, mint hétfene, de szeretnék valami olyat találni, ami úgy tűnik, mintha technikailag kultúráltan működne. Ehhez gondoltam, hogy nézzük meg a TLS beállításaikat, általában nézzük meg a webbankot, és próbáljunk ebből valamiféle következtetést levonni. Ami első következtetés volt az, hogy ilyet nehéz lesz találni, és aztán gondoltam, hogy ha már itt vagyunk, hogy internetbank, akkor nézzünk még egy picit körbe, Magyarországon alapvetően, tehát ez volt az én fókuszom, és megnéztem még néhány nagyobb szervezetnek a HTTPS beállításait, állami intézményeknek is, iskoláknak is, bankoknak is, biztosítóknak is, és fogok is mutatni statisztikákat, hogy nagyjából mire jutottam. Lehet egyébként az internetben találni egy ilyen minősítő szolgáltatásokat, most a minősítést itt azért idézőjelbe kell érteni, nagyjából arról van szó, hogy adott egy weboldal, ami megcsekkeli a TLS beállításaitokat, és ad egy A-tól F-ig terjedő ilyen angol SaaS oktatási rendszernek megfelelő osztályzatot, sőt van még A+ is, bár ezzel azért viszonylag kevesen küzdenek meg, hogy ezt elérhessék. Na most nézzük, hogy mi jött ki. Nem először tartom ezt az előadást, tavaly is volt körülbelül fél évvel ezelőtt ebben a témában egy előadásom, és ahhoz képest látjátok az értékeket. Az egyik, amit használtam, az a Qualys-nak a minősítője, amúgy létezik több ilyen, létezik a Mozilla-nak is ilyenje, létezik egy HT Bridge nevű dolog is, erről még majd később lesz szó. Mindenesetre amiért a Qualys-t használtam, az, mert ők hajlandók egyébként statisztikákat is adni, tehát a saját maguk által összegyűjtött adatokat statisztikába rendezik, és ezt is publikálják az interneten. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy állunk egyáltalán, és hogy néz ki ez a történet nemzetközi összehasonlításban. Nyilván az A a lehető legjobb minősítés. Látszik, hogy itt nemzetközi színvonalban egy picit gyengén teljesítünk. Hogy miért nem, ez egy nagyon jó kérdés. Mindenesetre meglepett a dolog, hiszen azokat a weboldalakat, amiket néztem, azokat nem privát emberek üzemeltetik, tehát ezek mögött mind nagy cégek, fizetett alkalmazottak és mi egyebek vannak. Úgyhogy igazán meglepett az, hogy egyáltalában az ák aránya ilyen gyenge. Tehát olyan 40% környékén járunk, én ezt nem mondanám különösebben erősnek. Na most, hogy vigyem is kicsit a mundér becsületét, mármint a hazai rendszerű üzemeltetés becsületét, az elmúlt fél évben javult valamennyit a helyzet, mint ahogy ez látszik is, tehát csökkent az A-nél rosszabb kategóriák aránya, és egy picit növekedett az A. Ez alapvetően jó hír, én nagyon szeretném azt gondolni, hogy ez a fél évvel ezelőtti előadásomnak köszönhető, mert attól tartok, hogy ez némiképpen naivitás. Na most, nézzük a dolognak a másik oldalát, azt is lehet csekkelgetni ezekkel az oldalakkal, hogy milyen vulnerabilitik vannak a szájton. Na ez az, ami igazán komoly meglepetést okozott nekem. Lehet, hogy egy kissé naivan álltam hozzá ez a kérdéshez, és azt gondoltam, hogy nyilván pénzügyi szervezetek nagyon komolyan foglalkoznak biztonsággal, ám arra a következtetésre kellett jutni, hogy nem vagy nem teljesen. Látszik az, hogy nemzetközi összehasonlításban megint nem állunk olyan borzasztó jól, és ami különösen kiugró, az a Poodle. Ugye ennek a magyarázata az, hogy tulajdonképpen Poodle adtak, mint olyan, a régi SSL mellett van, tehát TLS mellett már nincs,
Viszont valamilyen oknál fogva, még így 2017-ben lassan szólni kéne embereknek, hogy ez már a 21. század, még mindig ragaszkodnak az SSL-hez, SSL V2-höz, V3-hoz. Mind a kettőről tudva levő, hogy nem biztonságos, mégis van valamilyen ok elmögött, ami miatt ennyire keményen ragaszkodnak ez, vélhetőleg kompatibilitás tartás. Nyilván akinek az üzlete arról szól, hogy minél többen elérhessék a weboldalát, az hajlik arra, hogy ilyen típusú kompromisszumokat kössön, bár az is egy érdekes kérdés, hogy hol lehet ma már egy olyan böngészőt találni, ami ne lenne hajlandó legalább TLS 1.0-át beszélni. És ha már itt tartunk, ugye, hogy TLS protokollok, mi az, amit támogatnak, illetve nem támogatnak azok a weboldalak, amiket néztem. Hozzá kell tenni nyilván, hogy amit én meg tudtam nézni, ez körülbelül egy 80-100 szerver, tehát a listát semmiképpen, meg a statisztikát semmiképpen nem nevezném reprezentatívnak, de mégis valamilyen szűk szinten tükrözi a magyar valóságot, és látszik az, hogy nagyjából hogy viszonyul ez az egész a nemzetközi trendekhez. Tehát, ami baromi jó hír az elmúlt állapotokhoz képest, hogy az SSL arány az drasztikusan csökkent. Ugye tavaly még 36% környéken jártunk itthon, és ez leesett 24-re, ez abszolút üdvözlendő. Ami viszont borzasztó meglepő, hogy az ember azt gondolná, hogy a legmodernebb TLS protokollt majd mindenki támogatja. És akkor a régebbieket meg vagy igen, vagy nem, de fenét. Az látszik, hogy ugye 73-74% körül járunk TLS 1.2-ben. Na most ez azért igazán durva, mert a nyakunkon van a TLS 1.3 protokoll, már draft változatban legalább létezik, hamarosan remélhetőleg el is kezdik implementálni, mondjuk például az OpenSSL-ben, és mégis azt látjuk, hogy a legerősebb támogatottsága a TLS 1.0-nak van, aminek a biztonságával kapcsolatban már merülnek fel kétségek. Vannak olyan cipher suite-ok, amik mellett TLS 1.0 már nem nevezhető biztonságosnak. És mégis ezt az ábrát látjuk. Na most, ami engem különösen motivált ennek az előadásnak a megtartására az az, hogy mennyire egyszerű ezeket a problémákat megoldani. Tehát nem arról van szó, hogy itt ilyen borzasztó saslengéseket kellene elkövetni, és iszonyat tudást kellene felhalmozni ahhoz, hogy az ember normálisan fel tudjon konfigurálni egy szervert. Egyáltalán nem erről van szó. Ugye, ahogy említettem, létezik több csekkelő oldal is, ami hajlandó nekünk információt adni arról, hogy egyáltalában hogy állunk. Tehát az ember meg könnyen megérzi, hogyha egy ilyen csekkelő oldal azt mondta neki, hogy C, vagy nem tudom, netán nagy úristen F, hogy akkor ez valószínűleg nem a kívánt állapot, és akkor el lehet kezdeni gondolkodni, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni. Mondjuk a protokollok kikapcsolásánál körülbelül ennyit. Tehát Apache-nál egy sort, Light HTTP-nél két sor, Nginx-nél egy sort. Tehát összesen ennyivel oldható meg az egész probléma, ezért igazán meglepő és ezért igazán drasztikus az, hogy még mindig ott tartunk, hogy SSL V2, V3 egy csomó olyan támogatásban van, miközben technikailag megoldani a problémát nem egy tétel. A másik nagy kategória kör, amivel szoktak komoly gondok lenni, az nem maga a TLS protokoll, hanem az, hogy milyen cipher suite-okat használunk. Mi is tulajdonképpen ez a cipher suite? Több összetevőből felépülő kategória, mondjuk így. Egyrésztről jelenti magát a protokollt, másrészt jelenti a kulcs megállapodást. Na ez a betűsor már itt önmagában nagyon bulis. Ugye ez az elliptic curve Diffie-Hellman ephemeralnak a rövidítése egészen pontosan. Most ebből a Diffie-Hellman nagyjából gondolom mindenki ismeri, mint kifejezést, és akkor hogy kerül hozzá az elliptic curve meg az ephemeral? Nagyjából úgy kerül hozzá, hogy ugye eredendően a Diffie-Hellman ugye primekre épít, illetve hát a primtényezők bontás nehézségére, mint matematikai problémára épít. Utóbb kitaláltak jó eszű matematikusok egy másik eszközt, amit fel lehet használni ilyen célokra, ezt hívják elliptikus görbéknek. Miért jó az egyáltalán nekünk? Nagyjából azért egyébként, mert kisebb kulcsméretekkel dolgozik azonos biztonsági szint mellett, úgyhogy érdemes ebben, illetve ebben is gondolkodni, hogyha szervert üzemeltetünk. Na most, megint csak az van, hogy nem kell nagy varázslatokat elkövetni ahhoz, hogy ez működni tudjon, majd mutatom is, hogy egészen pontosan hogy néz ki.
Na most, mi akkor a másik elbetű? Az pedig az ephemeral, ami tulajdonképpen nem jelent mást, mint hogy egyedi vagy egyszer használatos kulcsok lesznek minden egyes kapcsolásnál, vagy kapcsolódásnál. Miért jó ez? A gyakorlatban ugye ez azért jó, mert enélkül igaz az, hogyha a master kulcs kompromittálódik, akkor a korábbi titkosított forgalmakat, amit valaki rossz indulatú szempontból szerint vezérelve rögzített, azt vissza tudja fejteni. Ha nekünk van ilyen ephemerálunk, akkor az az előnnyel, ez az előnnyel jár, hogy amennyiben a master kulcs kompromittálódik, akkor sem lehet visszafejteni a régebben titkosítva felvett adatfolyamokat. Na most ezután jön ugye az autentikáció, ami ugye jellemzően a mai világunkban RSA, és akkor még jönnek ugye szimmetrikus kulcsok, meg H-meg algoritmusok. És ez egy szép bonyolult történet, ha valaki egyszer egy OpenSSL-es klientet elbír ereszteni nagy bátorságában, akkor valami ehhez hasonló sorokat fog nagy mennyiségben látni, aminek mondom az élvezéséhez már ugye kell némi gyakorlat, mert itt az a nagybüdös helyzet, hogy bizonyos szótagok vagy vannak, vagy nincsenek, attól függően, hogy más szótagok vannak, vagy nincsenek. Szóval nem pont ugyanannyi aláhúzás jellez benne mindig, és az ellenség megtévesztésére például, hogyha ephemeral-t szeretnénk használni elliptic curve nélkül, na olyan is van, úgy hívják, hogy Diffie-Hellman ephemeral, azt helyenként szokták DHE-nek, helyenként EDH-nak nevezni, és cserebelérik ide-oda az elbetüket, hogy aki így elsőre nekifut, nehogy véletlenül meg tudja érteni. Na most, hogy jön ez ide, és mi az, amit látunk? Egyrészt a fontos kérdés, ugye, hogy magának a szerver kulcsnak mi a mérete. Látszik, hogy a manapság divatos méret ez a 2048 bit. Ugye itt ma már kétféle kulcssal találkozhatunk. Ugye egyrészt lehet RSA-s kulcsunk, meg lehet EC-s kulcsunk. Most itt a kulcsméret, mint említettem, nem lesz egyforma a bitszámra. Ami itt látszik statisztika, ott az EC-s kulcsok méretét átszámolva a régi RSA-s megszokott értékekre jelenítem meg. Tehát a 2048 a divat, 3072 itt-ott, és 4096 csak úgy szorványosan. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ma még jónak számít a 2048 bit is. Egyelőre nincs tudomás arról, hogy ekkora kulcsméret mellett biztonsági kockázatot viselnénk. Ugyanakkor az is igaz, hogy nagyobb kulcsot sem szerezni nem nehéz, sem performance-ban nem jár akkora hátulütővel, hogy tulajdonképpen nem mondhatnánk azt, hogy mi kultúrátlan járunk el, és egy picit nagyobb kulcsmérettel fogunk dolgozni. A meglepetések csúcsa az RC4. Ugye az RC4-ről már gondolom hallottatok, hosszú évek óta nem minősül biztonságosnak, és ezzel együtt igaz az, hogy boldog-boldogtalan használja. Na most az is igaz, hogy kezd azért kiveszőben lenni a dolog, de ami az igazán meglepő, hogy vannak, akik ugye egyáltalán nem használnak RC4-et, vannak, akik csak a régebbi protokolloknál, ezt még azt mondanám, hogy jó, értem a dolgot, a kompatibilitás tartás, meg Internet Explorer 6, meg ki tudja még, nem tudom, Netscape Navigator, valahány, amit még támogatni akarnak, Android 1.0 vagy a jó ég tudja, de hogy új protokollok mellett, tehát hogy úgy mindenben puff neki, ugye ez a yes kategória, hogy itt látunk 29%-ot, szóval ez nagyon durva. Ez nagyon-nagyon durva. Most mit lehet ezzel csinálni? Erről még lesz egy szlájdal később szó. De előbb még magáról elcsönk szót arról, hogy kulcserét hogy lehet végrehajtani. Jól vagy nem jól, nagyjából így lehet felosztani a történetet. És itt is az látszik, hogy azért viszonylag nagy a káosz. Tehát jó és biztonságosnak tekinthető kulcsere algoritmust kicsiny hazánkban mondjuk olyan 50% környékén használnak, ami ugye azt jelenti, hogy 50% környékén meg kevésbé szerencsés algoritmusokat használunk. Most azért arra fel kell hívni itt ezen a ponton a figyelmet, hogy amit itt nézni lehet az, hogy egyáltalában a szerver milyen kulcsere algoritmusokat támogat. Na most van itt egy preferencia sorrend, a szervernek is van egy egyébként, meg a kliensnek is van egy. Jobb esetben ugye a szerver a biztonságosabbnak minősülő kulcseréket preferálja.
Úgyhogy ezt a beállítást is célszerű megtenni, erről is lesz még slide. Na most, Cypher Suite, hogy tudunk magunkon segíteni, hogy tud az ember használni egy jó Cypher Suite-ot, és egyáltalán mi minősül annak, és honnan lehet ilyet beszerezni, és hogy nem kell nekem azon gondolkodni, hogy az micsoda. A következőt tudom ajánlani. Egyrészt ugye a Cloudflare egyébként egy GitHub repozitoriban elárulja a saját általa jónak tartott és minőséginek tartott Cypher Suite halmazt. Ez az a string, amit az OpenSSL-nek gyakorlatilag ebben a formában kell átadni. Másrészt meg általánosabban véve elmondható, hogy az összes szerverek is pont ugyanezt teszik, úgyhogy van egy ilyen varázsstring, és akkor ezt így elhiszed, hogy ez így jó. Mondjuk a Cloudflare-nek kb. Elmerem hinni, hogyha a Cloudflare-nek nem szeretnéd elhinni, akkor a Mozilla-nak is van egy Cypher Suite generátora, ott még azt is megmondhatod, hogy valami nagyon biztonságosat szeretnél, valami közepesen, vagy valami kevésbé biztonságosat szeretnél. Egész, ha nagyon biztonságosat szeretnél, akkor még egész hasonló fog egyébként kijönni ehhez. És megint csak ott tartunk, hogy technikailag semmiből nem áll egyébként ezt a problémát feloldani. A következő konfigurációs kis, hát még snippletnek se nevezném, tehát egy-egy sorok vannak, amiben a megfelelő értéket, ha beírjuk, akkor varázslatos módon jó lesz. És akkor visszajukadok ahhoz, hogy említettem, hogy ez a Cypher Suite, ugye ebből viszonylag sokféle van, és a szerver megmondja, hogy ő miket tud ebből egyáltalán, és az van egy saját preferenciája, hogy mit előbb és mit később szeretne használni. A kliens egyébként ugyanígy van, ő is tudja, hogy egyáltalában mi azok, amiket támogat, és neki is van egy preferenciája, hogy mit szeretne, meg mit nem szeretne, és milyen sorrendben. Na most, egy kultúrált szerver ugye azt mondja, hogy értem én, hogy a kliens mit szeretne, ez az ő problémája, de én tudom, hogy mi a jobb és mi a kevésbé jó, tehát vélhetőleg, ha már ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor találunk egy olyan Cypher Suite halmazt, ami a saját szerverünkön jól üzemel, és egyáltalában jó preferenciát állítunk be, akkor célszerű egyébként a saját preferenciánkat erőltetni, és nem a kliensét. Már csak azért is, hogy ne lehessen egyébként leszorítani a biztonsági szintet. Hiába mond egy kliens egyébként egy olyat, hogy ő ilyen meg olyan sorrendben szeretné, az minket nem érdekel, mi tudjuk, hogy mi a tuti. Az a Cypher Suite, azok a Cypher Suite halmazok, amiket mondtam, azok kifejezetten jók, azokból fogunk válogatni, és azokból is a legerősebbeket fogjuk kiválasztani, aztán majd szépen haladunk a gyengébbek felé, hogyha nagyon muszáj. Na most itt érünk el egyébként az egész internet, meg az egész TLS-nek a rákfenéhez, és csatlakoznék Kadlecsik Józsi tanult kollégámhoz, és halálra kezdeném szidni a komplett CL-rendszert, hogyha olyan nagyon sok időm volna. De mivel hogy nekem is már csak kb. 2 percem van, és mondani valóm még viszont sok, ettől eltekintek. Amit viszont meg kell jegyezni, az, hogy nagyjából jelen állás szerint háromféle lehetőség van arra, hogy egy CL-ról meg tudjuk azt mondani, hogy az még valóban helytálló-e, vagy időközben visszamondták-e. Egyrészt ugye van ez a CRL Revocation List nevű dolog, amit szerintem hatóságilag kellene tiltani. Nagyjából nem jó semmire, és nem is használja senki. Nagyon szélsőségesen fogalmazva ezt lehet elmondani. Minden esetre a browserek nem nagyon hajlandósak CRL-lel foglalkozni. Ennek az oka leginkább az, hogy ez a Revocation List hogy néz ki. A szerver küld ugye egy tanúsítványt, amiben megmondja, hogy ő az, akinek mondja magát. Nekünk meg ugye az volna a feladatunk, hogy visszaellenőrizzük, hogy igen, akkor értem, hogy te vagy, de hogy nem-e vonták vissza ezt a certificate-et. Vagy nem-e vonták vissza azt a célját, ami ezt a certificate-et kibocsájtotta. Vagy nem-e vonták vissza azt a célját, ami azt a célját bocsájtotta ki, ami én, és akkor nem lovalom bele magam stand, de hogy nagyjából ezt a láncot végig kell járni. Na most, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, a kliensnek a következőt kéne csinálnia, egy ilyen CRL distribution pointhoz kellene fordulnia, és onnét el kéne kérni egy listát, hogy te figyelj, mit mondtak vissza ehhez a célhoz kapcsolódóan. Most ennek több problémája is van. Az egyik az, hogy ez a dolog természetéből fakadóan nagy lehet. Ez egy lista. Ha sok certifikátet vontak vissza, akkor nagy mennyiségű válasz fog érkezni. De most erre senki nem ér rá. De most a böngészőbe beírod, hogy www.google.com, aztán könyökölsz fél percet, mire visszajön a revocation list, akkor ugye a userek elégedetlenebbek lesznek az átlagnál. Ezért aztán az van, hogy a böngészők például eltekintenek a CRL ellenőrzéstől, mint olyantól.
kellemetlen, de ez van. A másik komoly problémája egyébként a CRL-nek, mint olyannak, ugye, hogy hol egyáltalában hova kell fordulni magáért, a listáért. Ezt honnan lehet tudni? Hát benn van a CRL-be. Vagy nem. Ez a két variációs lehetőség van. Ha nincs benne, akkor pehed van, akkor ott állsz letolt gatyával, és így nem tudod, hogy hova kéne menni a CRL-ért. A harmadik nagy problémája a dolognak az, hogy ez nem ott van, ahol a szerver van. Tehát, hogyha egy olyan környezetben vagy, amit tűzfalazva van, és konkrétan ki vagy engedve, te mint kliens egy HTTPS-hez, az közel sem garantálja azt, hogy oda is ki vagy engedve, ahonnét a CRL tudnád elérni. Puff. Na, összeült a bizottság, megalkották az OCSP fedőnéven elhíresült dolgot. Ezen problémák közül, amit említettem, egyet sikerült megoldani. Nem az történik ugyanis, hogy egy komplett listát küldene vissza egy ilyen OCSP szerver, hanem te beküldöd, hogy van ez a certificate, erről mondjál már nekem, légy szíves, valamit, hogy ez jó vagy nem jó. És ő visszaválaszol, hogy jó vagy nem jó. Na, ez klassz, mert ugye sokkal kisebb lesz az adatforgalom, de hol van az OCSP szerver? Hát be van írva a certificate-be, vagy nem? És hova kell fordulni? HTTP-n valahová, oda nem biztos, hogy ki vagy engedve. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet az OCSP-vel, mint olyannal. És itt is azért vannak roundtrippek, úgyhogy a böngészők egy része by default ettől is eltekint, hogy ezt így ellenőrizze. Persze lehet a böngészőket picit erőltetni, hogy ezt jobban csinálják, meg EVS certificate-eknél, tehát Extended Validation-os certificate-eknél azért ezt jóval komolyabban veszik, de ugye nagybüdös átlagban azt lehet elmondani, hogy nekem is lejár az időm, hogy ez sem az igazi. Amit ajánlani lehet cserébe, az az OCSP Stapling, ahol már sikerült azért nagyjából áthidalni a problémák egy jelentékeny részét, mivel az OCSP Stapling az egy TLS extension, tehát még a TLS handshake részeként így bemondod, hogy te figyelj, te szerver, bizonyíts be, hogy az, amit certificate visszaküldesz, az valóban él, és ő ezt bebizonyítja. Digitális aláírjuk, minden, ami kell, ott van, ahová te eredetileg is fordultál, mi a problémája? Nem tud láncot. Csak a certificate-re ad bizonyságot, arra, hogy a láncban végig minden stimmele, na arra nem, erre van az OCSP Stapling 2. Draftban. Szóval OCSP Staplinget ezzel együtt szerintem nagyon, nagyon jó és nagyon okos dolog támogatni, mivel ezt viszont ellenőrzik legalább a böngészők, most már a modern kliensek mindenre fel vannak készülve, úgyhogy én ezt erősen ajánlanám, különös tekintettel arra, hogy röviden és tömören ennyiből áll bekapcsolni. Oké, nagyon-nagyon röviden és az ebédidő terhére HTTP-ről meg HTTPS-ről beszélgetnék csak egy nagyon picit. Van, amit át is ugrok ebből az egész történetből, mert akkora jelentősége nincs. Alapvetően elmondható, hogy ma már nincs igazán technikai oka annak, hogy azt fenntartsuk azt, hogy HTTP-n megyünk, menjen mindenki szépen HTTPS-re, amúgy a Google is ezt támogatja, szereti preferálni azokat a szervereket, akik HTTPS-en léteznek. Performance-ban, hát majd ha üzemeltettek olyan szervert, ami akkora kliens számmal dolgozik, ahol ez problémát jelent, akkor szóljatok. Amíg nem, addig egyébként tök jól elvagytok a HTTPS-sel is. Na most ugye a CR rendszer, mint olyan, vérzik ezer sebből, ez ténykérdés, de próbálnak azért ezen valamit segíteni, így a HTTP keretében legalább. Az első segítség mondjuk az, hogy legalább legyen HTTPS, ezt ezzel a HTTP Transport, Strict Transport Security Header-rel lehet elérni, ezzel megmondjátok a böngészőnek, hogy figyelj, ide HTTP-n ne gyere. Ismétlem, ne gyere. És hogy meddig ne, azt a MaxAge-ben lehet megmondani, azt meg, hogy a subdomainnek be se, azt meg az include subdomainnel lehet megmondani. Tehát itt tudsz egy olyat mondani a böngészőnek, hogy hello, itt csak HTTPS van, ezt ő megjegyzi, és legközelebb automatikusan már HTTPS-en jön. Ez egy roppant klassz dolog, mint olyan. Amivel egyébként próbálnak picit ezen az egész CS történeten segítgetni HTTP-nél, az a public key billing, ami arról szól, hogy HTTP header-ben mondod meg, hogy neked, a te szerverednek mi a certificate-jének, vagy certificate-jeinek, mert többet is mondhatsz, a hash-e. Na most ez miért jó? Ezt is megjegyzi a browser, és ha eltérést talál, akkor ugye erős sikogatásban tör ki. Na most ez miért jó? Azért, mert azért ugyanazon hash-ű certificate-et előállítani ugye egy másik CA-val, mint amivel a te certificate-ed van kiállítva, azért az nehéz.
azért az nehéz. Szóval ilyen nagyjából nincs. Tehát így legalább így észre lehet azt venni, hogy itt valaki, nem tudom, valami remekbe szabott szimantekes eszközt használ, vagy valamilyen más családságos céljával kötött jó szövetséget. Úgyhogy ennyit meg lehet tenni az ügyért. Amire minden üzemeltetőnek felhívnám a figyelmét, az az, hogy ezzel nagyon ki tudod rúgni magad alól a széket. Mert az van, hogy itt leközöltél hesseket, hogy milyen certifikátek validok a te szájtodon, és megmondtál egy időt, hogy nagyjából ezt meddig tessék elkesselni. Na most, ha az idő nem járt le, akkor a browser kegyetlen lesz veled. Viszont ha te certifikátet szeretnél cserélni, vagy csak úgy egyáltalán kompromittálódik a certifikátet, ha egy darab van, nagyon nagy bajba kerülhetsz, hiszen a certifikátet kompromittálódott, tehát az visszavonási listán lesz rajta, az újat meg nem hirdetted be előre, úgyhogy annyi volt, onnantól elvesztetted a doménedet és vége az egésznek, úgyhogy minimum két certifikát, és mindkettőnek a hash-e az hirdetendő. Oké, ezen gyorsan átrohanunk. Amit egyébként kulturáltan csinálni lehetne, azaz Content Security Policy HTTPS-ben, meg lehet szépen, tisztességesen mondani, hogy a te oldalad mit fog elérni, mit nem fog elérni, hova fog kinyúlni, hova nem fog kinyúlni, és mit fog csinálni. Mindezt HTTP headerökben lehet közölni. Erre a fáradtságot borzasztó kevesen veszik, pedig, hogyha a site felépítésétől kezdve, null időponttól szépen ezt elkezditek vezetni, nem beszélünk egy borzasztó nagy melóról. Oké, végső lépésként mi az, ami neked segíteni tud, hogyha neki akarsz rugaszkodni annak, hogy csinálj egy normális HTTPS szervert? Egyrészt léteznek a világban checkerek erre, említettem is a HTBridge-et, a Qualys-t, securityheaders.io kifejezetten HTTPS-re. Ha nem webes eszközökkel akarod checkelni a dolgot, akkor vannak offline megoldások, a Mozilla-é a CypherScan, egy Python-os cucc, amit én egyébként nagyon szeretek, az az SSLize, és használhatsz egyébként proxikat is, ami arra lesz neked jó, hogy ott viszont kapsz kész megoldásokat általában, Meet, Squid, Zorb, GPL, ezeknél le vannak írva tutoriálokban itt-ott amott, hogy hogy lőtt fel úgy, hogy az jó legyen. Ez az, ami segítségedre tud lenni. Úgyhogy kívánok neked sok sikert, meg jó munkát ehhez. Köszönöm szépen a figyelmeteket!